Turbinában vagyunk a Tribute Marathon nevezetű háromnapos Tribute Fesztivál. A Tribute zenekarok mindenki magyar, és a legkülönbözőbb stílusokból, a Rammsteintől elkezdve a Red Hot Chili Peppersen át, a Metallica, a Green Day, a Linkin Park, a Limp Bizkit, szóval nagyon sokféle stílusban sok zenekar szerepet kap, három nap alatt 18 zenekar van most. Mi a Scary Guys Metallica Tribute zenekar vagyunk, akik a Metallica feldolgozásokat játszanak most már idestóban 20 éve. Azt, amit ők csinálnak élőben, az, amiért az emberek fizetnek egyet, amikor elmennek megnézni őket, mi az a legközelebbi produkció, szót fogom mondani, de mondjuk idézőjelben próbáljuk lehozni ugyanazokkal a cuccokkal, ugyanazzal a lendülettel, és ugyanazzal a zenéséggel, tisztelettel és alázattal. Mindegyikünknek nagyon nagy hobbi a zenélés. A hangszerekkel rengeteg időt töltünk el ezeknek a bogarászásával. És ezekben elég sok egyező elem van az eredeti zenekarral, amit azért olyan sokaknál én nem láttam még. És erre szerintem azt simán állíthatjuk, hogy erre büszkék vagyunk azért. Hát a 20 évre abszolút lehetünk büszkék szerintem. Azért kevés zenekar megy egy 20-ast ebben a műfajban. Az biztos. Mi vagyunk egyrészt a Firefly Rammstein Tribute, a Rammstein munkássága előtt tettük le a voksunkat, igyekszünk a szellemiségüket megidézni a színpadon a lehető legautentikusabban, a lehető leghitelesebben, úgyhogy mint a cuccomon látható, igyekszünk az öltözéssel is és ezt kihangsúlyozni. Illetve van egy másik formáció, ez a Tillemann. Till Lindemann a Rammstein énekese, aki néhány éve szólóban is munkálkodik, és egy ilyen projekt szinten a zenekaron belül három taggal létrehoztuk a Tillemann zenekart, és ez a csapat, ez Till Lindemann munkássága előtt tiszteleg, és kizárólag az ő számait játsza. Az én zenekarom a Nobody Can't, mi a Body Can't zenekar, ez Ice-nak a méltán híres rappernek a metal zenekara, amit mi próbálunk mímelni. Nekem előbb volt meg az, hogy hoztam az Ice-t stílót, és aztán ebből lett az, hogy végül is, amikor itt szembesültem vele, hogy ez a tribute műfaj működik, akkor úgy gondoltam, hogy itt a lehetőség. Tehát nekem ambícióim nem voltak sose, hogy saját szöveget írjak. Így viszont ki tud teljesedni az, hogy tényleg viszonylag jól tudom interpretálni. A hardcore tribute vonalat képviseljük, ami a minél autentikusabb megvalósítás vagy visszaadását annak, ami az eredeti. Én ezt terápiás jelleggel csinálom. És hál' Isten, hogy találtam még ehhez társakat, akiknek ez szintén nyújt annyi pluszt. Sokszor ugye azt mondják, hogy ezek a zenekarok más tollával ékeskednek. Valójában pedig arról van szó, hogy alapvetően nem azért kezdik el ezek a zenekarok, mert nem tudnának mást, hanem mert nagyon szeretik ezeket a dalokat, és az a kritika szokott még lenni, hogy miért mások dalait játsszák, de hogy ugyanígy meg lehet kérdezni akkor a klasszikus zenészeket, hogy miért játszanak komoly zenei darabokat, a jazz zenészeket, hogy miért játszanak standardeket. Célunk az, hogy minél több emberhez ez eljusson, és kicsit ennek a kultúráját még megszerettessük. Sőt, rengeteg zenekarnál ugye nem is lehet már meghallgatni az eredetit élőben, mert már nem létezik bármilyen okból kifolyólag, vagy ha meg is lehet, akkor nagyon ritkán és nem ilyen körülmények között. Tehát ilyen értelemben ez is a célunk, hogy ezt a hangulatot át tudjuk adni. Szeretnénk, hogy ez minél tovább működjön, és gyakran tervezzük ezt meg, sem viszonylag gyakran, tehát néhány havonta. Hosszú távon pedig lehet, hogy egy egész nyári fesztivált is csinálunk majd.